870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, elhunyt 103 beteg. Az oltási tervet hiányolja az oltási tervből Kincses Gyula, az orvosi kamara elnöke. Visszaadja diplomata útlevelét Szájár József, így elindulhat ellene drogügyben a hatósági eljárás. És egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány az új koronavírus változat megfékezése érdekében. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. A legfrissebb adatok szerint 870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 329.721 főre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma itthon. Elhunyt 103, többségében idős, krónikus beteg, így a járvány miatt eddig több mint 10 000-en vesztették életüket. 5760 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen. A tanárok kevesebb mint 10%-a vett részt a hétvégi tesztelésen, és 1%-ukról derült ki, hogy koronavírusos. A pedagógusok szakszervezete szerint még mindig kevesen teszteltetik magukat, mert a tanárok félnek, hogy kiesnek a munkából. A kormány hamarosan dönt arról, hogy jövő héttől a középiskolák visszaállhatnak-e a hagyományos oktatásra. Kottát másolnak az ötödikesek a téli szünet utáni első órán ebben a budapesti általános iskolában. Ez az osztály pedig kidobóst játszik a tornateremben. Különösen sok gyerek volt és jött iskolába, tehát úgy tűnik, hogy a betegek is meggyógyultak, a korábban esetleg karantén alá helyezett osztályaink is visszatértek, tehát sokkal nagyobb létszámban jöttek a tanulóink, mint azt úgy korábban már megszokhattuk. Ebben a pécsi általános iskolában is gördülékenyen indult a szünet utáni első nap. Rengeteg fertőtlenítőszert kaptak, amit napi 4 órában folyamatosan használnak. Simán indult a tanév, megjöttek a gyerekek és a kollégák is. Kollégák közül 2 hiányoznak most per pillanat, de egyik sem a Covid miatt. Az ő helyettesítésüket meg tudjuk oldani. A tanárokat a hétvégén már 3-szor tesztelték, 99 helyszínen 263 csapat. A több mint 220 ezer pedagógus kevesebb, mint 10%-a ment el teszteltetni magát. Egy hónappal ezelőtt körülbelül 2%-os fertőzöttséget mértünk, addig most január 2-án és 3-án elvégzett 20744 mintavétel közül mindössze 209 mutatott pozitív eredmény, ez mindegy 1,01%-os arányt jelent. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint ez a részvételi arány még mindig nagyon alacsonynak tekinthető, mert a tanárok továbbra sem akarnak a 60%-os táppénz miatt kiesni a munkából. A szakszervezet nehezményezi azt is, hogy az oltási tervben a pedagógusok önállóan nincsenek megjelenítve, illetve szerintük a tanároknak saját munkahelyükön kellene megkapniuk az oltást. Rossz döntésnek tartjuk, hogy az oltási pontokat a szavazóhelyiségbe szervezi a kormány. Ezek a szavazóhelyiségek jelentős részben oktatási intézmények, így a fertőzés veszély nagyon megnövekedne. A demokratikus koalíció kéri, hogy a kormány a tanárokat is vegye be a védett csoportba, és adjon választ arra, hogy mikor kezdik meg a pedagógusok oltását, illetve hogy mikor, milyen szempontok szerint döntenek a középiskolák újranyitásáról. A tervek szerint jövő héten térhet vissza a hagyományos oktatás a középiskolákba. A szaktárca híradónknak azt írta, a járványhelyzet függvényében a kormány erről hamarosan dönt. Ugyancsak a napokban dönt a kijárási tilalom esetleges meghosszabbításáról a kormány, írja a portfolio.hu. A jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések ugyanis csak jövő hétfőig érvényesek. Tiltakozó aláírásgyűjtést indított Krekó Péter, a Political Capital stratégiai igazgatója kijelentése miatt Bayer Zsolt publicista. Szerinte Krekó Péter arra buzdított, hogy ne oltassák be magukat az emberek azért, hogy ennek politikai következményeit Orbán Viktor viselje. Bayer Zsolt szerint a baloldal stratégiája az, hogy elvegyék az emberek kedvét a védőoltástól, mint fogalmaz, ennek következtében a járvány majd tovább szedi áldozatait, és ezért a társadalom a kormányt fogja megbüntetni. Korábban Orbán Viktor a Krekó nyilatkozatról azt mondta, idézem, a gonoszságnak nincs határa. Krekó az ATV-nek úgy fogalmazott, egy Bacsó Péter filmben vagy Kafka regényben érzi magát, hozzátette, mind ő, mind a Political Capital hosszú ideje elkötelezetten oltáspárti. Félreértelmezték a szavait, ezért megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Oltáspártiak, a pártelnökök Orbán Viktor, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc is beoltatja majd magát, ha sorra kerül. Az ellenzéki pártelnökök szerint a kormány kommunikációja miatt bizonytalanok az emberek abban, hogy beoltassák-e magukat. Az ATV híradónak Orbán Viktor sajtófőnöke azt írta, Orbán Viktor beoltatja magát, de a kormány célja, hogy az emberek mielőbb hozzájussanak a vakcinához. Kivárja a sorát a Momentum 31 éves elnöke, de beoltatja magát. Fekete Győr András azt mondta híradónknak, hogy tart a betegségtől, de nem mindegyik oltóanyagot fogadná el. Én Kincses Gyulának a szavait szeretném idézni, aki azt mondta, hogy azt válasszuk, amit az Európai Gyógyszerügynökség elfogadott. Hogyha a kínait elfogadta, szuper, akkor válasszuk a kínait is adott esetben, de az orosz vakcinát nem fogadta el az Európai Gyógyszerügynökség, innentől kifolyólag én nem vagyok hajlandó beadni magamba. Gyurcsány Ferenc és a DK vezető politikusai beoltatják majd magukat. Írásban azt közölték szerkesztőségünkkel, hogy az unió által engedélyezett vakcinákkal és a hivatalos oltási sorrendnek megfelelően. Budapest főpolgármestere szerint oka van annak, hogy az emberek egy része nem bízik a vakcinában. Karácsony Gergely egyébként szintén beoltatja majd magát. Sajnos azt kell látnunk, hogy az elmúlt időszakban nem volt őszinte, tényszerű és az állampolgárokat partnerként kezelő kommunikáció a járvány kapcsán. Ennek sajnos most közösen isszuk meg a levét azzal, hogy sokkal bizalmatlanság a magyar polgárokban az egész folyamattal kapcsolatosan. Karácsony Gergely azt várja, hogy a kormány bevonja az önkormányzatokat az oltás megszervezésébe, enélkül, ahogy fogalmazott, már a következő járvány is elkezdődik, mire mindenkit beoltanak. Az MSZP társelnöke is a kormány iránti bizalom hiányának tulajdonítja az oltás elutasítását. Egyébként Tóth Bertalan is oda tartja majd a karját. A Fidesz kormány ugyanis sok információt elhallgat, illetve manipulál, és ezzel indokolatlan félelmeket gerjeszt. Szerintem kimondhatjuk, sok magyar ember azért nem bízik a vakcinában, mert nem bízik a Fidesz kormányban. Az LMP társelnökéről mindenki láthatja, hogyan viszonyul az oltáshoz. A különböző vakcinák közötti választást azonban Kanász Nagy Máté a házi orvosára bízza. Én azt gondolom, hogy ez a legbiztonságosabb, én teljes mértékben megbízom a házi orvosokban. Szerintem ezt ők el fogják tudni dönteni, és én hallgatni fogok rájuk. A pártelnökök, ha eljön az ideje, beszámolnak majd az oltásról a nyilvánosság előtt. Szerintük ennek legkésőbbi időpontja a nyár lehet. Orbán Viktor sajtófőnöke híradónknak is megerősítette, a miniszterelnök is beoltatja magát. Akkor kapja meg az oltást, ha rá kerül a sor. A társadalom szélesebb körének oltásakor a veszélyeztetett embereket kell előre sorolni, ezt Kincses Gyula mondta az ATV Start című műsorában. A Magyar Orvosi Kamara elnöke az oltási tervet hiányolja az oltási tervből. Szerinte, amit közzétettek, az egy prioritási lista. Nem derül ki belőle, hol lesznek az oltások, hogyan érik el az egyes oltandó csoportokat. Azt is mondta, hogy az orvos kollégái sem tudják pontosan, hogy hogyan kell jelentkezni oltásra. Még nem érzik a szervezettséget. Úgy véli, nagyon fontos lenne az oltási hajlandóság javítása, de ehhez több információra van szükség, elmagyarázni, hogy az oltás kockázata, szövődménye teoretikus, míg a vírusé nem. Megérkezett a harmadik vakcina szállítmány Magyarországra, közölte az állami tévé. 35 ezer adag oltóanyag érkezett, ebből mintegy 5 ezer a Semmelweis Egyetem központi gyógyszertárába került. Az egyetemre érkezett vakcinával egészségügyi dolgozókat oltanak be. A Pfizer-BioNTech vakcinájából összességében 4,4 millió adag érkezik Magyarországra, de a kormány más gyártókkal is kapcsolatban van, és több mint 17 millió adag oltóanyagot kötött le. A járvány miatt elmarad Orbán Viktor évindító sajtótájékoztatója, tudta meg a Telex a miniszterelnök sajtófőnökétől. A lap azt is megkérdezte, hogy tervezik-e később megtartani az eseményt, erre azonban nem kaptak választ. 2019-ben, majd 2020-ban is Orbán Viktor tartotta az év első kormányinfóját, amelyen újságírói kérdésekre is válaszolt. Kórházba került Sas József, tudta meg a művész feleségétől a Blick. A lap úgy tudja, hogy Sas Józsefnek koronavírus fertőzés miatt van szüksége kórházi ellátásra. A 82 éves humorista 3 éve orvosai tanácsára vonult vissza a munkától. Tavaly előtt Tájföldön járt a feleségével, ahol sztrókot kapott. Ezután hosszú hónapokat töltött egészségügyi intézményekben.
Egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány az új koronavírus változat gyors terjedésének megfékezése érdekében. A ma nulla órától érvénybe lépett intézkedést Boris Johnson miniszterelnök jelentette be tegnap esti televíziós beszédében. Anglia teljes lakossága ismét csak a legindokoltabb esetekben, például bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából hagyhatja el otthonát. Az iskoláknak online oktatásra kell átállniuk, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk. Johnson hangsúlyozta, az Egyesült Királyságban már több ember kapta meg a koronavírus elleni oltást, mint Európa többi országában együttvéve. Beiktatták az Egyesült Államok új kongresszusát Washingtonban. A képviselőházban 11 fővel szűkült a demokraták többsége. Georgia államban ma ismétlik meg az eredménytelen novemberi szenátorválasztást, amely eldönti, hogy a republikánusok megtartják a többségüket a törvényhozás felsőházában. Letették hivatali esküjüket vasárnap az új amerikai kongresszus tagjai. A képviselőház újra választotta eddigi elnökét Nancy Pelosi-t 216 szavazattal 209 ellenében. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy elnöke lehetek annak a képviselőháznak, amely sokszínűbb, mint országunk történetében bármikor, és ahol 122 nő kapott mandátumot, mondta a házelnök, akit pártján belül nem mindenki támogatott szavazatával, ami miatt szakértők szerint meggyengült a pozíciója. A novemberi választásokat követően rekordszámú 35 republikánus női képviselő lesz a kongresszusban és a szenátusban. A szenátusban, amely szintén megtartotta nyitó ülését, a többség még nem dőlt el, ugyanis Georgia államban még tart a választás a többséget eldöntő két helyért. Itt azután tartanak voksolást januárban, hogy ősszel senki nem kapta meg a szavazatok több mint felét, amivel győzhetett volna. Enyhe kifejezés, hogy a kongresszus kihívást jelentő időben ült össze. Világszerte vannak ellenségeink, és sok nehéz akadály van előttünk a politikai megosztottságtól egy halálos járványig, mondta a republikánusok szenátusi frakció vezetője. Eközben a Washington Post beszámolója szerint előkerült egy hangfelvétel, amin Donald Trump a legfőbb georgiai választási tisztviselőnek magyarázza azokat az adatokat, amik azt mutatják, hogy ő nyerte meg a választásokat. Az elnök ezért a szavazatok újraszámlálását követelte tőle. Kamala Harris, a demokrata megválasztott alelnök szerint a telefonbeszélgetés azt mutatja, hogy az elnök megpróbál visszaélni a hatalmával. Nem adható ki Julian Assange az Egyesült Államoknak, így döntött egy londoni bíróság, amely szerint fennáll a veszélye, hogy a WikiLeaks alapítója öngyilkosságot követne el az amerikai fogságban. A férfit kémkedéssel vádolják az amerikaiak, mert bizalmas kormányzati dokumentumok tömegét tette közzé. Rendőrök védték a londoni bíróságot, amely Julian Assange kiadatásáról döntött. A WikiLeaks alapítóját elsötétített ablakú furgonban hozták az ítélet hirdetésre. A 49 éves férfi tárgyalására támogatói is többen elmentek, akik kitörő örömmel fogadták a döntést. Mintha megnyertük volna a VB-t, ez globális győzelem minden embernek. Igazságot szolgáltattak, ahogy akartuk, de még fel sem fogtam, hogy valóban ez a döntés született, mondta ez a nő. Assange ellen a svédországi hatóságok adtak ki nemzetközi elfogató parancsot, mert 2010-es ottani látogatása után szexuális erőszakkal vádolták meg. A briteknél feladta magát, de mielőtt kiadhatták volna a svédeknek, Ecuador londoni nagykövetségére menekült. 7 évig élt ott, de 2019 áprilisában visszavonták menedékjogát, így a brit hatóságok letartóztatták. Bár Svédország ejtette a szexuális erőszak vádját, Assange börtönben maradt, mert 2012-ben megszegte szabadlábra bocsátása feltételeit. Az ítélet 95%-ban jogosnak tartja az amerikai kiadatási kérelmet. A bíró csak azért tagadta meg, mert elismerte, hogy fennáll a veszélye, hogy Assange öngyilkosságot követne el az amerikai fogságban, mondta a kiadatás ellen küzdők vezetője. Az ítélet nem jogerős, az amerikaiak jelezték, hogy fellebbeznek. Ügyvédje szerint Assange most a családjával lehet, szerdán pedig óvadék kérelmet nyújtanak be. Úgy vélte, hogy ideje lenne, hogy az Egyesült Államok lezárja az eljárást, ami szerinte sérti a szólásszabadságot.
Közben a Twitteren több politikus és híresség üdvözölte a kiadatás megtagadását, köztük egy másik ismert szivároktató, Edward Snowden is. A budapesti közlekedés finanszírozását tekinti a legproblematikusabbnak Tüttő Kata. A főpolgármester helyettes a tegnap esti egyenes beszédben azt mondta, a kormány által megfelezett iparűzési adó és a fővárosi közlekedés költségének különbsége 139 milliárd forint, amit a fővárosi önkormányzatnak kellene állnia. Tüttő Kata szerint ez csak egy tétel, amiben nincs benne a közvilágítás, a takarítás és más közszolgáltatások. A főpolgármester helyettes úgy fogalmazott, szövetségeseket keresnek a túléléshez, de az önkormányzatok ellen indított támadást csak a kormányváltás tudja megváltoztatni. Ahogy ma kérjük a budapesti vállalkozásoktól, maguktól is ajánlják, hogy aki megteheti az elengedett iparűzési adót, az ha megteheti, fizesse be. Fogunk kérni a szövetségeseinktől, fogunk kérni a budapestiektől is. Én ma azt tudom kérni a budapestiektől például, hogy a közösségi közlekedés biztosítása érdekében, aki megteheti, az vásároljon bérletet. Lesz szövetség, és fogunk kérni sok mindent azért, hogy megmaradjanak az önkormányzatunk. Több autópálya szakaszt is fizetőssé tett 2021-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az autópályamatrica.hu tájékoztatása szerint az M3-ast Eggerrel összekötő M25-ös utat, az M85-ös folytatását, az M4-es Pest megyei összeköttetését az M0-ás körgyűrűtől Abonyig, az M4-es Berettyóújfalutól a román határig tartó szakaszát, valamint az M76-os első közel 6 kilométerét az M7-estől Balatonszentgyörgyig. Az előzetes adatok szerint 1629 milliárd forint, a GDP 4,6%-a volt a kormányzati szektor tavalyi első háromnegyedévi hiánya, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 1405 milliárd forinttal romlott a koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak és azok enyhítésére hozott intézkedések miatt. A KSH szerint tavaly novemberben 4,1%-os volt a munkanélküliségi ráta. 190 ezer embernek nem volt munkája. A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4.496.000 volt. Visszaadja diplomata útlevelét Szájer József, egykori fideszes EP képviselő tudta meg a Blik a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól. A tárca azt nem közölte, hogy erre pontosan mikor kerülhet sor. Az útlevél visszaadásával Szájert már nem illeti meg a diplomáciai mentesség, így a kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt indított eljárást lefolytathatja a belga hatóság. Szájer már a botrány elején tagadta, hogy a táskájában talált drog az övé lenne. Kábítószerrel való visszaélés miatt 3 és 5 év közötti szabadságvesztést, illetve 8000-től 800 000 euróig terjedő pénzbüntetést is kaphat. A Sexpartin rajta kapott képviselő európai parlamenti mandátuma január 2-án szűnt meg. Kábítószerfogyasztás és birtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki szilveszter este M. Richárdot. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, híradónk próbálta elérni a Dózsa György úti gázolót, azonban ügyvédjén keresztül azt üzente, nem kíván nyilatkozni. Szilveszterkor egy M. Richárdhoz köthető étteremben 10 embert vett őrizett be a rendőrség. M. Richárd 2017 tavaszán autójával 130 km/órás sebességgel haladt, amikor összeütközött egy autóval a Dózsa György úton. A balesetben 2 ember életét vesztette. Szilveszter kora este még pezsgővel a kezében búcsúztatta az óévet. Éjfél előtt 1 órával viszont már a rendőrség állította elő kábítószerbirtoklás miatt M. Richárdot. Az ATV híradója már január 1-én értesült arról, hogy szilveszter estéjén 10 embert kábítószerbirtoklás miatt előállítottak egy M. Richárdhoz köthető olasz étteremből. Az ügyészség megerősítette, december 31-én többféle kábítószer megszerzése és fogyasztása miatt gyanúsítottként hallgatták ki M. Richárdot. Fennáll a bűnismétlésnek egy fokozott és valós veszélye. Erre figyelemmel a fővárosi főügyészség a másodfokú eljárásban indítványozta, hogy a bíróság helyezze letartóztatásba a vádlottat. Mi korábban is ezt az álláspontot képviseltük következetesen és határozottan. 3 nő és 7 férfi szórakozott a pizzériázóban. A rendőrség még szilveszter este kihallgatta őket, és a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezáratta az éttermet.
elértük Emrihárd ügyvédjét. Első válaszában azt írta, ügyfelem az eljárás jelenlegi szakaszában nem kíván az üggyel kapcsolatban nyilatkozni, később pedig úgy fogalmazott, nem rendelkezem felhatalmazással arra, hogy a sajtó rendelkezésére álljak. Részben Emrihárd okozta azt a Dózsa György úti balesetet 2017 tavaszán, amelyben két ember életét vesztette. Mercedesével 135-140 km/h sebességgel száguldott, amikor a Kassák Lajos utcából egy szabálytalanul kisívben kanyarodó autóval karambolozott. Ez az ütközéstől többször is megpördült, majd berepült a buszmegállóba. A baleset egyik áldozata egy 37 éves kisgyerekes apuka volt, a másik pedig egy 24 éves egyetemista fiú. A büntetőjogász szerint egyelőre nehéz megmondani, hogy Emrihárd legutóbbi drogügye mennyiben súlyosbítja majd az ítéletet. Azért azt nem tudjuk, hogy mekkora kicsi az ügye, tehát vagy milyen, ugye a fogyasztás az mindig enyhében megítélendő, mint hogyha valaki kereskedik, és az nagyon függ attól, hogy milyen mennyiség volt nála, ugye, mert alapesetnél egy viszonylag kevesebb, 1-5 évig van, de aztán utána föl lehet menni a jelentős mennyiségnél, meg a különösen jelentős mennyiségnél nagyon magasakra is. Emrihárdnak az elmúlt egy évben is meggyűlt a baja a törvénnyel. December elején a kijárási korlátozásokat megszegve egy elvileg bezárt konditeremben látták edzeni. Jogosítványát a Dózsa György úti baleset után ugyan elvették, de idén októberben így is látták autót vezetni. Éppen csak elkezdődött az év, de a meccsekben már megjelentek az első hóvirágok. Az igazi tél még nem érkezett meg a déli ország részbe, így ez nem is meglepő. Azt viszont fontos tudni, hogy aki hóvirágot szed, az komoly büntetésre számíthat. Túlzás lenne állítani, hogy hatalmas fehér mezőnyi területen nyílt ki a hóvirág, de a szerencsés és figyelmes túrázók egy-két szállal már találkozhatnak a meccsek védett lankáin. Ezek a virágok is előbújtak, amin nem nagyon kell csodálkozni a szakemberek szerint, ugyanis az utóbbi években tapasztalható felmelegedés miatt egyre kevésbé hűl le a levegő. Emelkedő trend van, de nyilván nem csak ugye Magyarországon, hanem az egész földre. Igaz mindez. És hogyha belegondolunk abba, hogy a tavalyi évben az egyetemen a legalacsonyabb hőmérséklet, amit mértünk, az mínusz 5,3 fok volt, akkor ja, bátran ki lehet ültetni a mondjuk most már a landereket is. Most még csak azok találkozhatnak virágzó hóvirággal, akik alaposan kutatják az avart. Az igazi virágzásra még várni kell, de azért azt már most is jó tudni, hogy a hóvirág fokozottan védett növény. Mivel a hóvirágnak az eszmei értéke szállanként 10 000 forintban mérhető, így a bírság összeg ehhez igazodik, tehát az is elképzelhető, hogyha valaki több szállat leszed, akár börtönbüntetéssel is sújtja a hatóság. Ha eljön a hóvirág igazi szezonja, akkor a közterületfelügyelők is fokozottan fogják ellenőrizni a fehéren pompázó területeket, de az árusokat is, mert ezeket a virágokat árusítani is tilos. Cristiano Ronaldo megelőzte Pelét a gólszerzők örök rangsorában, a portugál játékos hétvégi mérkőzés előtt duplájával már 758 gólnál jár pályafutása során. A Juventus ötszörös aranylabdás futballistája más számítások szerint 776, míg Pelé 767 gólos játékos. Eközben Ronaldo másik rekordot is beállított, ugyanis elsőként ért el 4 milliárdos követői számot az Instagramon. A fórum témáit pedig már is elmondja Somos András. Szervusz András! Szervusz Anna! Nem tudjuk Ronaldo hova tart, de a fórum egészen egyértelműen a következő 20 percben három téma felé. Az egyik a harmadik hullám megelőzése ugye az oltással, a másik az angliai teljes zár oka értelme. A téma következő nagy számban tértek vissza a diákok, mégis a pedagógusok közül csak mindegy tizedik vállalta azt, hogy elmegy tesztelni, és a harmadik vagy utolsó téma az két tulajdonképpen nem szorosan összetartozó. Egyrészt, hogy az önkormányzatiság védelmében szövetséget hozna létre Budapest vezetése, másrészt pedig, hogy az önkormányzatiság megnyírbálása terén is magyarázattal szolgáló miniszterelnök, vagy eséllyel magyarázattal szolgáló miniszterelnök azt mondja, hogy a járványügy miatt most nem tart sajtótájékoztatót, és hogy tart-e egyáltalán ez is kérdés az évben. Úgyhogy ezek a témák, Anna. Köszönöm szépen, András. Most tehát a Híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum, maradjanak velünk. Friss hírekkel legközelebb 17.25-kor Holló Márta várja önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket. Szép napot, viszontlátásra!